Szép jó napot kívánok mindenkinek! Köszöntök mindenkit itt az Ericsson Magyarország Kutatófejlesztő Központjában. Jó látni ezt a hatalmas érdeklődést. Ismét eltelt egy év, ismét szeptember utolsó péntekje, és itt találkozunk. Az Ericssonban több mint 70 programmal készültünk idén. Ez minden idők, a mi számításaink szerint minden idők egyik legnagyobb, legjelentősebb, legváltozatosabb kiállítása. Igyekeztünk a kicsiknek, a gimiseknek, illetve egyetemistáknak is nagyon-nagyon izgalmas programokat összeállítani, illetve arra is külön gondot fordítottunk, hogy kicsit bepillantást adjunk, hogy mi minden történik itt nálunk az Ericssonban, mi mindennel foglalkozik az a sok-sok kutató, az a sok-sok mérnök, hogy mindenki megértse, hogy milyen nagyszerű, milyen kreatív foglalkozás mérnöknek és kutatónak lenni. És egy picit kedvet kapjanak az itt lévők ennek a csodálatos szakmának. Ez az egyik legnagyobb helyszínünk, és ismételten és szokásosan az ország legjobb fizika tanárai mutatják be a legkülönlegesebb kísérleteiket. Együttműködésben az Eötvös Loránd Fizikai Társulattal már hetedik, illetve a jól számom, hetedik alkalommal van nálunk kutatók éjszakája, és ötödik alkalommal vannak nálunk ilyen különleges kísérletek. Ahogy majd látni fogjátok, különböző témákban nagyon izgalmas fizikai kísérleteket fogunk itt látni, és akik olyan bátrak, hogy az első sorokba ülnek, azok még részese is lehetnek sokszor ezeknek a kísérleteknek. Szóval, akkor az Ericsson Magyarország nevében mindenkit szeretettel köszöntök, mindenkit arra ösztönzök, hogy ha megnézte a kísérleteket, akkor utána menjen tovább. Számos érdekes technológiai demonstráció van itt az első emeleten, ebben az épületben, illetve a másik épületben, a földszinten. Lehet kísérletezni, lehet okos ruhát építeni. Számos izgalmas, érdekes dolog vár ma itt rátok. Úgyhogy töltsétek el ezt az időt nagyon hasznosan, és tudjatok meg minél többet a technológia világáról. Nem is szaporítanám tovább a szót, akkor szeretném a színpadra hívni dr. Jarosiewicz Beátát és dr. Sükös Csabát. Köszöntsük őket egy nagy tapssal. Évek óta Beáta és Csaba az a hihetetlen hajtóereje ennek a kísérletezős programelemünknek, és évek óta nagyon-nagyon jó kapcsolatot ápolunk és tartunk fönt az Eötvös Loránd Fizikai Társulattal, amelyet innen is nagyon-nagyon köszönöm, és köszönöm a társulatnak, hogy ezt a kapcsolatot ilyen magas színvonalon tudjuk évről évre folytatni, és ezt az eseményt itt ismét megszervezték nekünk. Úgyhogy akkor én át is adnám Beáta és Csaba nektek a terepet. Egészen este, éjszaka 11-ig 20-30 perces váltásokban kísérletezős program lesz itt ebben a teremben, úgyhogy mindenkinek nagyon jó szórakozást kívánok, és hasznos információszerzés és tapasztalatgyűjtést. Köszönöm szépen, hogy itt vagytok velünk. Köszönjük szépen. Jó estét kívánok mindenkinek, és azért még mielőtt ellépnél a színpadról, szeretném bemutatni Jakab Roland ügyvezető igazgatót, akiről azt kell tudni, hogy évek óta tényleg közösen együttműködik az Eötvös Loránd Fizikai Társulattal, és ezúton is szeretnénk megköszönni, hogy ez az együttműködés fönnáll, és itt lehetünk, úgyhogy tényleg nagyon hálásak vagyunk, és reméljük, hogy azért a kísérletek mindig ide fogják vonzani a gyerekeket, szülőket, iskolákat, és ez a kapcsolat továbbra is megmarad. Köszönjük szépen még egyszer nagyon az Ericssonnak, és minden munkatársnak természetesen, aki a színfalak mögött van, és nem látható. Köszönjük szépen. És akkor igazából egy öveges szavaival élve készültem egy idézettel, és ezt szeretném először is felolvasni, hiszen kutatók éjszakáján vagyunk, és azt gondolom, hogy öveges szava az mai nap is helytálló. Az alkotó ember előtt végtelen a tér,
de ha tudásunkat nem is használjuk fel feltétlenül újabb alkotásra, akkor is minden ismeret még gyönyörűbbé teszi előttünk ezt a világot. Ezennel hivatalosan is megnyitjuk az öveges utódai szekcióját, tehát ebben a teremben zajló műsort, 2016-os kutatók éjszakáját. Fogadják szeretettel előbb a mi bemutatkozásunkat, és ezt követően pedig mi mutatjuk be a tanár kollégáinkat, illetve a kísérleteket, amiket közösen elvégezhetnek a gyerekek, illetve felnőttek is. Hát először is magamról annyit már bemutatott a vezérigazgató, ügyvezető igazgató Jakab Roland úr. Magamról annyit, hogy fizika-informatika szakos tanár vagyok. A főiskolán tanító, Gábor Dénes főiskolán fizikát, informatikát, és emellett még egy általános iskola és gimnáziumban, SEKJ Budapest, tehát nemzetközi iskolában is tanítok informatikát angol nyelven. Én annak idején a Bábesbolyai Egyetemen végeztem a fizika szakot, majd az ELTE-n az informatikát, doktori fokozatot a Műszaki Egyetemen szereztem, és PhD-t pedig az ELTE-n neveléstudományból. Tehát igazából azt mondhatom, hogy nagyon sokat tanultam, de volt értelme. Aki esetleg hallotta a Civil Rádión adott interjút hétfő reggel, vagy visszanézi az archívumot, reggeli műsorban elhangzott, és most is ezt szeretném kiemelni, hogy igaz, hogy sok munkát kellett befektetnem, nektek is az kell, de azt mondhatom, hogy megéri. Ezt majd később látjátok, de mindenkit arra buzdítok, hogy az legyen a szemem előtt, hogy kísérletezik, dolgozik, és az a tudás az ugyanúgy valamikor visszaköszön, és megéri. Én nagyon köszönöm, hogy meghallgattak, és át is szeretném adni a szót dr. Sükös Csabának, akivel együtt fogjuk folyamatosan bemutatni a tanár kollégákat, és miután bemutatkozik, akkor bemutatunk mi is egy-két ilyen egyperces kísérletet. Fogadjátok szeretettel, fogadják szeretettel. Köszönöm szépen. Nem tudom, hallanak hátul is? Igen, köszönöm. Hát a nevemet már tudják, dr. Sükös Csaba vagyok. Én egy kicsit kakukktojás vagyok itt, nem tudom, gyerekek, tudjátok, mi az a kakukktojás? Igen. Tudjátok. Mert ugyanis én nem iskolában tanítok, hanem én egyetemen tanítottam, de a középiskolával is nagyon szoros kapcsolatom volt, és hadd mondjam azt, hogy a pályámon nagyon-nagyon sokat köszönhetek a valamikori tanáraimnak. Az általános iskolás tanáraimnak és a középiskolás tanáraimnak is. És ezt hadd mondjam el a ifjú generációnak is, hogy a tanárok azok, akik a ti jövőiteknek a formálói, mert a tanárok azok, akik a ti tehetségeteket fölfedezik, azon kívül hát gazdagítják, tőlük tanultok meg egy csomó mindent, és nekik köszönhetitek azután később is az életben az, hogyha sikeresek lesztek, és jó eredményeket tudtok elérni. Egyébként ezt az Ericsson is felismerte, hogy a tanároknak milyen fontos szerepe van, úgyhogy ezért is alapított két díjat is, amellyel tanárokat, a legjobb tanárokat díjazza. Az egyik az úgynevezett Ericsson díj, amellyel fizika és matematika tanárokat, kiváló fizika és matematika tanárokat díjaznak minden évben. A zsűri, vagy hát hogy mondjam, az a kuratórium, aki a díjakról dönt, nem az Ericsson kuratóriuma, mert hát ők nem ismerik annyira jól a tanárokat, hanem az Eötvös Loránd Fizikai Társulat és a Bolyai János Matematikai Társulat delegál ebbe a kuratóriumba embereket, akik viszont kifejezetten ismerik a tanároknak a munkáját. A másik díj, az pedig a Rácz tanár úr életműdíj. Rácz tanár úr a legendás Fasori gimnáziumnak volt a matematika tanára, és olyan híres emberek tanultak nála, mint például Neumann János, vagy Wigner Jenő. Ugye Neumann János nevéhez fűződik a számítógépnek és a informatikának, a számítástechnikának a kidolgozása, és hát Wigner Jenő pedig Nobel-díjas fizikus lett. Őt
sokan tekintik az első atomreaktor mérnöknek, de nagyon híres elméleti fizikai munkássága is van. Tehát ilyenek ezek a tanárok, mint a Rász tanár úr, vagy ilyenek ezek a tanárok, mint az Öveges professzor volt annak idején, akiknek nagyon-nagyon sokat köszönhetünk mi is, és én nagyon remélem, és biztos vagyok benne, hogy ti is nagyon sokat fogtok köszönni a ti tanáraitoknak. Tehát én igazából ennyit szerettem volna így bevezetőben elmondani, és akkor visszaadom a szót Beátának, hogy mutassa be akkor az első kísérletet. Szeretnék is a kezedbe adni egy mutatom mindenkinek, egy egyszerű ceruza elem szükséges, egy neodium mágnes, amit nagyon egyszerűen meg lehet vásárolni, ilyen 100 forint körül egy csavar, és már is egy egyperces kísérletet kérlek szépen, hogy mutassál be. Van egy részdrót a kezembe, a részdrót egy picit le van kaparva a vége, tehát magyarul a szigetelő rész, és arra szoktuk mondani, hogy egyperces kísérlettel is már is fizikáról beszélhetünk, és már is fizika kísérletet tudunk bemutatni, hiszen látható lesz, hogy mi történik. De én megkérdezném a véleményeteket, hogy szerintetek mi fog történni, mit várunk? Van egy elem, van egy mágnes, és mit várunk? Először tudni kéne azt, hogy mit fogunk vele csinálni, ugye? Tehát én inkább azt kérdeztem volna meg, hogy ki tudja azt, hogy hogyan lehet egy villanymotort csinálni. Egy villanymotorhoz azért eléggé nehéz dolgok kapcsolhatók. Ugye a villanymotor van a mosógépben is, meg egy csomó minden helyen. Hát olyat úgy gondolná az ember, hogy egy villanymotort, ami árammal forog, az csak valami bonyolult dologgal lehet csinálni. Nem, ahogy itten Beáta elmondta, egy elem kell hozzá, egy csavar, meg egy mágnes kell hozzá, meg egy drót. Ennyi az egész, ezt ti is meg tudjátok csinálni. Itt a kísérlet után ide az asztalhoz oda is adom, és akkor majd sorba mindenki megcsinálhatja, és ki lehet próbálni. Tehát ugye a mágnes, az a mágneses erő folytán ehhez az elemhez kapcsolódik, és hogyha most én a drótnak a egyik felét az elemnek a másik pólusához érintem, és a másik felét pedig a mágneshez, akkor a mágnes az elkezd forogni, az már lassan látszik is, csak most elcsúszott az oldalra, úgyhogy azt meg oda kell figyelni. Ugye? Lehet látni. És már is lehet látni, hogyha elég ügyes az ember, akkor egy motort. Mit gondoltok, hogy ennek mi az oka? Mi lehet ilyen egyszerűen motort csinálni? Azt tudjuk ugye, hogy az áramnak van mágneses hatása. Ugye az áramnak van mágneses. Most amikor viszont én ezt a drótot a mágnes oldalához érintem, és a mágnes pedig az elemnek a másik oldalához van kapcsolva, akkor így záródik az áramkör, és akkor ott van az állandó mágnesnél a mágneses tér, és az áramkör megzáródott, és akkor már is mozog, hogyha elég éges vagyok. Na. Nem, úgy látszik, lehet, hogy az elem egy kicsit ki van merülve, nem lehet? Akkor majd mindjárt keresünk egy jobb elemet, de azért én megnézem. Még egyszer megpróbáljuk, keresni egy jobb elemet. Na, az lehet, hogy az jobb lesz, mert az... És akkor ennek működni kell. Na, ez az. Tessék nézni, és akkor ez milyen szépen forog. Ugye mindenki látja? Kamerán is látható. Jó, köszönöm szépen. Nagyon jó, elem, mágnes, és igazából két kis úgynevezett... Ezt odaadom akkor a gyerekeknek, tessék. Biztosított, köszönöm szépen. Mindig az alkohol neve jut eszembe, paperclip. És egy egyszerű részdrót, amit fel tudunk tekerni, főleg a gyerekek, egy egyszerű tollra, és a tollra, hogyha egymás után tekerjük ezt a részdrótot, már is biztosítunk belőle egy tekercset, elkészíthetjük, és olyan gyorsan egy kis motort tudunk készíteni, amilyen gyorsan tud forogni. Majd meg tudjátok nézni a végén, ki lehet ugyancsak próbálni. Még egy dolgot szeretnénk mutatni, valószínű, hogy jártatok vagy jártak a Csodák palotájába. Ki tudja ennek a nevét, hogy nevezzük? Hogy?
tüskés, de hát van ennek egy szebb neve, valaki esetleg emlékszik rá. Feküdtetek-e ilyen ágyon? Szöges ágy vagy. Szöges ágy vagy. Hogy hívják azokat az embereket, akik ilyen szöges ágyra fekszenek? Fakír, úgy van. Szerintetek, hogyha ráfeküdnénk, akkor lenne valami bajunk? Nem, s miért nem? Nagyon jó, ügyesek vagytok. Hogyha megnézzük, akkor ha lufit ráteszem, és kellő óvatossággal próbálom lenyomni egy padarabbal a lufit, akkor ha ügyes vagyok, nem fog elpukkanni. Hát, hogyha de ha ráütsz, akkor kidurad. Így van, ha ráütök, akkor kidurad. Tehát ez az úgynevezett fakirágy, amivel a nyomás hatását lehet kipróbálni, és tényleg ilyen fakirágy létezik nagyban is, tehát rá lehet teljesen feküdni, és semmi bajod nem lesz, még egy 80 kilós ember is rá tud állni, és semmi baja nem lesz az emberkének. És még egy dolog, ebben mit gondoltok, hogy mit hoztunk ebben a kis dobozban? Zselé, de milyen zselé? Mit tud csinálni ez a zselé? Mert nem egy egyszerű zselé. Hát igazából nem túl illatos. Mi lehet vajon benne? Mit gondoltok? Zöld mi? Zöld zselé az oké, de micsoda? Micsoda? Csoki, nem ehető, sajnos. Tehát gyertya, tehát egyszerűen gyertya, van nálam egy lézertól, és igazából, oldalra. Ha oldalról megvilágítjuk, nem azzal, az, a zöld, nem akkor a zöld lézerre. A pirossal most jól látszott, de csak én láttam lehet, így kell, nem? Zöld, nem ment az előbb. Dehogy nem. Nem, mert nem akar működni a zöld. Ja, a zöld nem megy. A pirossal ment, tehát hogyha megnézitek, gyönyörűen lehet látni a piros csíkot, tehát a lézerfényt, teljesen a zöld alatt. Látható mindenkinek? Mit gondoltok, miről van itt szó? Fénytörés. Tökéletes. Szuper. Nagyon szépen köszönjük, ezek voltak a mi nagyon rövid bemutatkozó kísérleteink, és akkor szeretnénk is már, ne kérlek, hogy a Borbély Bencelt bemutasd kollégánkat, aki majd mindjárt színpadra Borbély Bencelt tanár úr fog